Az idén nyarunkat is bearanyozták a magyar sportolók, elég ha csak a vízilabdára, az úszásra, a párbajtőre, vagy akár a kardvívásra gondolunk. Kardvívásban, Milánóban világbajnoki aranyérmet szerzett a női és a férfi csapat is. Mind a két csapat egy-egy tagja a vendégem, Márton Anna, valamint Szatmári Andris. Sziasztok! Szia, köszönjük a meghívást! Anna, első körben hozzád fordulnék, ugye egy egészen kacifántos felkészülésem vagy túl, volt egy hosszabb tért problémád, emellett pedig anyukává váltál. Hogyan emlékszel vissza erre a felkészülési időszakra? Milyen érzésekkel vágtál bele a világbajnokságba? Hú, hát igen, nagyon változatos időszakon vagyok túl, hullámvölgyekkel, meg az egész felkészülés egy újdonság volt nekem ugye anyukaként. Úgyhogy izgalmas volt egyébként, kíváncsi voltam, hogy milyen lesz, de az anyaság meg a vívás szerintem fantasztikusan kiegészíti egymást. Adott egy ilyen plusz motivációs erőt egyébként az, hogy anyává váltál, anyukává váltál? Hát igen, motivációt is, meg kicsit, hát nagyon is megváltoznak a prioritásai az embernek, és talán így a terhek kicsit lekerültek rólam. Szóval most, hogy a kisfiam az első az életemben, és a vívás már csak a második, így valahogy könnyebb szívvel és lazábban tudok ott lenni a versenyeken is. Persze nagyon akarok nyerni, de fantasztikusan kiegészíti egymást nem a két dolog. Andris, ti a férfi csapattal mondhatjuk azt, hogy már évek óta egy nagyon összeszokott csapattá értetek, és most ott vagytok a világbajnoki címmel, ugye a világ tetején. Milyen érzésekkel vágtatok bele ti a mostani milánói világbajnokságba? Már nem egyszer, nem kétszer ott voltunk, igen, annak a kapujába, hogy végre világbajnokok legyünk csapattal is. Ugye az Áronnak meg nekem volt egyéni világbajnoki címünk, de ezzel a csapattal még nem sikerült megnyerni a világbajnokságot, és mint minden évben ennek is úgy vágt neki, na majd most sikerül, és azt gondolom, hogy tényleg mind a négyen olyan napra keltünk aznap, hogy minden összejött, és nagyon akartuk, elhittük, hogy győzhetünk. Láttuk a kóreákat is, hogy vívnak, mint vívnak, és azt is láttuk, hogy mi most talán erősebbek vagyunk, nagyobb erőt tudunk képviselni, és hát szerencsére ez így is lett, és sikerült megverni őket. Kicsit meséljetek a döntőkről, ugye a női csapat esetében Franciaország volt az ellenfél, nálatok ugye, hogy említetted, Dél-Korea. Milyen volt az út a döntőig? A döntő volt a legkeményebb párharcotok egyébként egészen az aranyére még? Hát számomra szerintem teljesen más volt a női kard esete, mint a férfi kardé. Számomra meg szerintem az egész csapat számára az volt a legkönnyebb. Ott egyszerűen nyugodtan álltunk fel, felszabadultan, megvan a cél, sőt, igazából túl teljesítettünk, a négy bejutás volt a cél, és úgy voltunk vele, hogy nekünk teljesen mindegy, hogy mi lesz a végeredmény, élvezni szeretnénk. Fura ezt hallani, hogy négy bejutás volt a cél, miután azért mégiscsak címvédők vagytok, lettetek ezáltal, azért megvolt előtte is az egészen komoly eredmény. Igen, de nem szeretünk volna magunkra ilyen terheket rakni fölöslegesen, hogy most nyernünk kell mindenképpen. Úgyhogy megpróbáltunk tényleg egy reális célt kiszűzni magunknak, és nagyon izgultunk, hogy ezt sikerüljön elérni, mert nagyon nagy volt a tét. Úgyhogy a döntőben egy ilyen örömvívás volt, és tényleg mindenki felszabadultan tudott vívni, és élvezni tudta a vívást, és szerintem ez a legjobb, amikor egy ilyen fontos verseny is élvezni tudod a vívást, ezért érdemes sportolni. Andris, említetted, hogy egy olyan napra keltetek, ahol benne volt a levegőben, hogy sikerülhet a döntőt megnyerni, és azt is korábban nyilatkoztat, hogy azért az ellenfél, a dél-koreaiak mind-mind világklasszisok. Az elmúlt három világbajnoki döntőben alul maradtatok velük szemben. Mi lehetett akkor most a kulcs? Azon felül, hogy jó lábbal keltetek fel. Igen, a vívásnál azért ez fontos. Lehet itt most brutál formában mindegyikünk, hogyha éppen aznap rosszul kelünk föl, vagy mentálisan nem a állapotban vagyunk, de tényleg azt mondom, hogy most mentálisan is, fizikálisan is ott tudtunk lenni, és egymásért összefogva tudtunk küzdeni, nagyon akartuk tényleg ezt a győzelmet, és hittünk is benne, hogy ez meg lehet, és talán ez volt a kulcsa, hogy most nagyon összeállt ez a csapat, és tényleg mindenkin azt láttam, hogy akár a páston, vagy akár kívül is a háttérben a boxban, ahol ültünk, ott is mindenki szurkolt egymást, és pont volt egy ilyen pillanat, amikor Gémesi Csanád a középső asszóba kikapott, és fordított Kórea
rajta, hogy amikor lejött a pása, akkor is buzdítottuk, hogy nem baj, majd a következő osztra szedje össze magát, már csak egy asszót kell megnyernie, mi megpróbáljuk visszafordítani az állást az Áronnal, és akkor egy asszót próbáljon meg megnyerni, és akkor onnantól kezdve meg tudjuk nyerni ezt az egész világbajnokságot, és azt gondolom, hogy ez volt talán az egyik kulcs, hogy ilyen nagyon összefogottan és egybe tudtunk lenni. Anna, te ugye francia vezetésnél léptél pástra. Hogyan emlékszel vissza erre? Milyen érzésekkel léptél akkor föl az úgymond színpadra? Én tényleg teljesen nyugodt voltam. Viccen kívül. Andrés meg csak mosolyog ezzel. Azért vicces ez, mert én ismerem 1000 éve, és mínusz 7-nél lépett pásra. Most úgy nyilván nyugodt volt, mert esetleg vív egy X-et, vagy nem tudom, akkor mínusz 7, de hogy tényleg úgy tudott vívni, ahogy tényleg tud vívni. Tehát, hogy úgy tudott pásra lépni, hogy és szerintem azért ezt emeljük ki, hogy azért mégis volt teher a vállán, tehát hogy a sérülés, akkor hogy most hogy vív, egyediben nem annyira sikerült jól neki a verseny, volt egy teher rajta, szerintem legalábbis, hogyha esetleg most a sikerül, az nem fog. A kommunikációs menedzser Annának, Szatmári Andris. És szerintem kívülről nyilván én ezt már otthonról néztem, és iszonyatosan örültem nekik, hogy megnyerték, kifejezetten Palkának pláne, ugye ő nem volt benne az egy évvel ezelőtti csapatba, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy sikerült most neki is ráadásul hozzátéve egy ilyen fordítás. Megnyerni ezt. Akkor most csavarjunk egyet a beszélgetésen. Andris elmondta, hogy milyen volt a te döntőd, milyen volt Andris döntője? Hát ez zseniális volt, nagyon. Miért a lányokat többször is végignéztük még aznap, azt az egész döntőt, mert egyszerűen ez fantasztikus. Megkönnyeztük, libabőr, minden volt. Tehát, nem lehet szavakkal leírni, de igazából már a döntőbe jutás is hát fantasztikus volt, szuper volt, nagyon motiváló. Kevesebb, mint egy év van hátra a párizsi olimpiáig. Most hol tart így a csapat a felkészülésben erre, és a kvalifikációban, mert ugye még 100%-ig nincsen kint a csapat, de hogy egészen jó úton vagytok efelé is. Igen, mind a két csapat azt gondolom, hogy ilyen 90%-ban kint van már. Itt már nem nagyon kell azon gondolkozni, hogy akkor nem. Tehát itt most már nem egyértelmű a feladat csapatban. Én mondom, azt mondom, hogy 90%-ban kívül. Nyilván jobb lenne minél hamarabb, az első két világkupán már bebiztosítani akár, hogy az évnek a további részét ténylegesen már az olimpiára lehessen készülni. Én a saját csapattársaimmal a VB óta nem nagyon kommunikáltam, ilyenkor szeretjük elengedni egy kicsit egymást, mindenki eleget vagyunk egész évben egymással, talán többet is, mint a saját családunkkal, úgyhogy ilyenkor egy kis szünet van. De azt gondolom, hogy szeptembertől még keményebben fogunk belállni, hiába nyertük meg most ezt a világbajnokságot, még keményebben fogunk belállni annak érdekében, hogy az olimpia sikeres legyen. Akkor Annának anyai örömök továbbra is, neked gondolom egy kis fesztivál szezon még a következő 2-3 hétre, és utána pedig sok-sok sikert és jó felkészülést kívánok nektek a párizsi olimpiára. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen. Köszönjük.